Kezdődik a Frontember, köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, a Skype túl végén pedig Georg Spötle biztonságpolitikai szakértő, aki ezúttal nem Budapestről jelentkezik, hanem majd mindjárt elmondja, hogy honnan. Szia Georg, hol vagy? Szia Tomé, szeretettel köszöntök minden kedves nézőt, hallgatót, mégpedig Bakuból, Azerbajdzsán fővárosából, ami egy iszonyatosan jó hely. Épp így műsor előtt elmondtam neked, de hallani kell a nézőknek, hallgatóknak is, hogy ha most megkérdezni a jó tündér, hogy ha nem Budapesten szeretnél élni, akkor hol a világban, gondolkodás nélkül rávágnám, hogy Bakuban. Komolyan mondom, én ilyen tiszta, rendezett várost az életben sehol nem láttam. Egy kicsit így a városkép, a hadsávos autóutak, nem autópályák, autóutak a városon belül, meg így a városi autópálya, a közlekedés, egy kicsit nekem az Egyesült Államokat idézi, hogy ilyen klíma, kicsit úgy Los Angeles feelinget hozott, de ilyen minőségű utakat, ilyen tisztaságot sehol nem láttam, sehol szemét. Nincsenek csövesek, nincsenek koldusok. Az aluljárókba patogatott kukoricát lehet kapni, utcai zenészek vannak, nincs telegrafitizve, nincs összepisilve. Tehát én komolyan mondom, tehát talán Szingapúrhoz vagy Hongkonghoz lehetne hasonlítani, de elképesztő. Nagyon kedvesek az emberek, mindenki nagyon jól öltözött, nagyon cukik a gyerekek, minden aranyosan felöltözve, játszanak a parkba, halálklaszt, és nagyon-nagyon barátságosak az azeriek, úgyhogy én azt mondom, hogy ez az elmúlt 3 nap, én annyi jó tapasztalatot szedtem össze, hogy kevés utazáson, és hát kulturálisan is nagyon sokat ad a város, mert ugye nagyon gyönyörű mecsetek vannak, ne felejtsük el, azért egy síta iszlám országban járunk, és tegnap voltunk például, meglátogattuk a Bibi Hayat mecsetet, befizettem egy ilyen kis túrára, ő pedig nem más, mint az ükunokája Mohamed profétának, és a sítáknál nagy becsbe van tartva. Hallottam például, hogy meddőnők oda mennek imádkozni, hogyha gyermeket szeretnének, és nagyon aranyos jelenet volt, bementünk a mecsetbe egy a kis csoporttal, és ott volt egy nagyon cuki néni, aki éppen így imádkozott így a családjáért, Azerbajdzsánért, tehát nagyon-nagyon aranyos kép fogadott minket a mecset belsejében, és utána egy kis túrára elmentünk Gobusztánba, ami a Kaukázusnak ilyen kis előfutár, ilyen hegyes, sivatagos vidék, ahol 13 ezer évvel ezelőtti barlangrajzok vannak, de remélem meg tudod oldani, Tomi, de persze, hogy meg tudod oldani, mert ügyes vagy, még ezzel foglalkozol, küldtem egy pár képet, és gondolom, mire adásba kerül majd a mai nap folyamán ez a műsor, addigra már azért a nézőknek is lesz egy pár ilyen kis színes bejátszó, hogy hol is jártam az elmúlt napokban, és szerencsére nagyon sok olajat és gázt találtak Azerbajdzsánban, bár ez sem új dolog, utána olvastam egy kicsit, és például a szovjet időkben, a 40-es években, amikor folyt a háború a náci Németország ellen, például a Szovjetuniónak majdnem a komplett olajkészlete Azerbajdzsánból származott. Ezért is volt ugye utána a németeknek az a terve, az Edelweiss operáció, hogy elfoglalják Azerbajdzsánt, és ezáltal ugye megszűnt volna az olajellátása a szovjet hadseregnek. Két kísérletük is volt, de nem jött össze, úgyhogy mondom, nagyon fontos volt már a régióban, és utána, miután elnyerte a függetlenségét, ugye felbomlott a Szovjetunió, utána ez a földgáz és olajkincs, tehát ez az itteni embereknek nagyon sokat jelent, hiszen lehet látni, hogy azért az életszínvonal elég magas, nagyon szép a gépkocsi park, szép plázák vannak, az emberek tényleg jól öltözöttek, tele vannak az éttermek, tehát lehet látni azt, hogy egy jó élet folyik itt, és hát ez köszönhető ugye a fosszilis energiahordozóknak, amikből például exportálnak is, például Olaszország az egyik legnagyobb partner, a másik pedig érdekes módon Izrael, annak ellenére, hogy egy iszlám országról beszélünk, és Izraeltől cserébe, hogy egy helyi erő elmondta, nem pénzt, hanem fegyvereket kapnak, ugye azzal fejlesztik itt a helyi hadsereget és a helyi rendőrséget. Ilham Aliyev elnök ugye az édesapjától vette át, Heydar Aliyev-től, hát úgy mondom, a parancsnokságot az országban, és mind a kettőknek az volt a legfontosabb, ami általában egy jó kormányzásra utal, hogy munkahelyeket teremteni, ezzel ugye megtartani az embereket, nem az, hogy a fiatalok elvándorolnak, elmennek más gazdagabb országokba, pénzkeresi lehetőséget találni, tehát jó-jó munkákat találni, és ez egy sikersztori is volt, ahogy utána olvastam, tehát mondom, egy remek helyen vagyok, és politikailag egy kicsit belelátva azt mondom, hogy az olajnak, a földgáznak ugye most a szankciók miatt, a háború miatt nagyon-nagyon jelentősége,
Tehát szerintem így az ország fejlődését ez még egy kicsit fel fogja gyorsítani. Ugye Magyarország is egyre jobb kapcsolatokat ápol Azerbajdzsánnal, mi is vásárolunk földgázt, ami ugye török vezetékekbe betáplálva érkezik Magyarországra. Szijjártó miniszter úr is itt volt a hét elején, hétfőn még pedig, és ugye a Hell Energiai Talgyárnak a bővítéséről tárgyalt, úgyhogy valami 200 millió dolláros beruházást tervez a cég itt Bakuban, úgyhogy jók a kapcsolatok Magyarországgal is, és hát nyilvánvalóan munkahelyteremtést jelent ugye itt az országban, hogyha külföldi investorok jönnek, és nyilvánvalóan vannak, mert ahol ugye van földgáz, van kőolaj, ott megjelennek a külföldiek, és láttam például a British Petrolnak, ugye a híres BP-nek van egy külön akadémiája, ahol olajmérnököket képeznek, van egy fúrótorony is az akadémia mellett, tehát a fiatal mérnök hallgatók rögtön terepen tudják gyakorolni azt, amit tapasztalnak. A legtöbb kőolaj, ahogy mondták, az itt offshore, tehát a tengeren van, és hogyha mész végig a tengerparti autópályán, akkor látod is mindenütt a fúrótornyokat. Vannak régiek, még 40-es, 50-es évekből, amikor elkezdték a fúrást, ezek már ilyen matuzsálemek nem is működnek, de vannak nagyon modernek, és ott az ország belsejében lehetett látni, amiket régebben csak Texasban láttam, ezeket a tipikus ilyen, mint a gémes kút, ilyen kis örökmozgó olajpumpák, amik termelik ki a fekete aranyat a földből. És az is érdekes volt, hogy mondták, hogy vigyázni kell, hogy milyen fákat ültet itt az ember, mert ha túl mélyre megy a gyökerük, például 20 méterre, akkor már elpusztulnak, mert abban a mélységben már olaj található. Egyébként egy kicsit visszamegyek a kezdethez, hogy hogy jött nálad, ha jól tudom, akkor most egyébként a szabadságodat töltöd Azerbajdzsánban, és köszönjük szépen, hogy egyébként így is bejelentkezel, de miért pont Azerbajdzsán? Hogy úgy döntöttetek, hogy ide utaztok? Te nem fogod elhinni, bejártam már szinte úgy az egész világot, és voltam az összes tengernél, tehát az északi jeges tengertől kezdve a dél-kínai tengerig, Csendes-óceán, Atlanti-óceán, Andamán-tenger, Japán-tenger, és a Kaspi-tenger az valahogy kimaradt. És amikor Iránba jártam néhány évvel ezelőtt, akkor terve volt, de ott is olyan szoros volt a program, annyi helyre el kellett menni, barátokkal találkozni, minden, és nem volt már időm kimenni a Kaspi-tenger partjára, és az úgy égett bennem, hogy hát azért az ég szerelmére már öreg csóka vagyok, és nem jutottam el soha még a Kaspi-tengerhez, ami azért nagyon érdekes, egy ilyen belső tenger, nincs semmilyen kiárata ugye más tengerekhez, mint mondjuk a földközinek, az égeinek, vagy a Fekete-tengernek, tehát ilyen teljesen zárt rendszer, és a világ harmadik legsósabb tengere. Itt élnek ugye a gyönyörű belugák, azaz a tokhalak, ezek ilyen hatalmas porcos halak, amúgy a cápákkal rokonok, ugye, tehát ilyen úgymond csontos halak. És finom a kaviárjuk. Finom a kaviár, igen, csak szegény halakat ugye megölik érte, és ilyen gyönyörű halak, különben 4 méter hosszúra is megnőnek, másfél tonnásak is lehetnek, és ami a csodálatos bennük, hogy akár ezek a gyönyörű halak 100 évig is el tudnak élni. Tehát érdemes, aki nem látott még tokhalat, googlizza ki, nagyon cukik, ilyen bajuszuk van, mint a harcsáknak amúgy. Tehát én sajnálom, és most te láttál ott tokhalat egyébként? Nem, sajnos nem. Én életemben először láttam tokhalat. Ugye víza, például a víza, ami a Magyarországon is a Dunában sajnos már egyre ritkábban, de előfordul. Vízát már láttam, viszont tokhalat élve azt a barcelonai akváriumban láttam. Ott van egy gyönyörű szép tokhal, szintén hatalmas, szerintem 2 méteren felül van a magassága. Tehát nagyon ilyen majesztét is, tehát gyönyörű halakról van szó, és ezért, hát nem tudom, hogy fogok-e még vala kaviárt tenni, mert ha meglátod ezt a gyönyörű állatot, és hogy megjókolják a kaviárja miatt, ami egyébként brutálisan drága, itt nem tudom, nem láttam még, egy-két kisebb boltba voltam benne, de olyan delikát ez boltba, talán ma majd az óvárosba akarok egy kicsit kolbászolni. Látom, de bocsánat, csak hogy én meg itt villogok a beluga kaviárral, de én soha életemben nem ettem olyat, hanem tehát beluga kaviárt én sem ettem, úgyhogy a tokhalvédők feloldozhatnak az előbbi mondatom miatt. Én is életemben egyszer ettem beluga kaviárt, így kaptam egy pár szemet egy nagyon fancy étterembe, és mielőtt bárki ittem, hogy ja, persze, most pöklének telik a közpénzekből, nem, engem is meghívott egy német barátom egy nagyon elegáns étterembe, ahol valamilyen előétel volt, egy kis kaviára, mondom, néhány szem beluga kaviár volt, amit tehát az előétel szerintem ugye a fél havi fizum volt. Nem hiszem, hogy fogok még valamit mondom kaviár tenni, mert gyönyörű halak, és sajnálom őket. De viszont egy élmény itt lenni a Kaspi-tengernél, úgyhogy volt kis pancsi is benne, és a világ harmadik legsósabb tengere lett, hogy ezt már elmondtam, lehet, hogy nem mondom, ez nagyon érdekelt engem egy kicsit, hogy egy ilyen tenger, ami így bezárva így az ázsiai kontinens kellős közepén,
Úgyhogy eljutottam ide, úgyhogy igazából a világtengereket most úgymond ki tudtam pipálni a bakancslistámon, és az nem egy rossz dolog. Így jött Azerbajdzsán, meg azért érdekelt, ugye régen a Szovjetuniónak a része volt, utána egy független állam, egy szekuláris iszlám államról beszélhetünk, tehát az alkotmányban nincs benne, hogy az iszlámnak államvallásnak kell lennie. Érdekes módon lehet például alkoholt is vásárolni a boltokban, de az emberek nem isznak, ezt is helyi erők mondták, hogy valahogy őket úgy nem érdekli ez az alkohol dolog, és valóban, ha kimész a városba, így inkább ülnek a kávézókban, teázókban, elsisáznak, elbeszélgetnek, de nincs az, hogy például egy sörös dobozzal a kezükben ott valahol, mint nem tudom, nálunk a nagykörúton hangoskodnak. Tehát mondom, nekem nagyon tetszik az, hogy ilyen rend van, persze most majd azt mondja baloldal, ah, persze a spötla diktatúrákban érzi jól magát. Ja, amúgy lehet, mert én szeretem a rendet, szeretem a tisztaságot, szeretem, hogyha jól működik egy város, föl vannak festve a sávok, úgyhogy mondom, kellene kölcsön egy kicsit az itteni főpolgármester, csak ha mondjuk ide küldenék arra az időre Karigerit, az szerintem nagyon rontana itt az azeri-magyar kapcsolatokon. Ettől tartok, úgyhogy azért nem lesz ebből a dílből szerintem semmi, mert mit kezdenének itt vele? Hát igen. Viszont... Az a rossz indulatú megjegyzés jutott eszembe, hogy amúgy is dolga van, mert most van a Pride, és ott kell lennie, de elnézést kérek. Ja, igen, lehet, hogy éppen valami, nem tudom, szóval az van, hogy tangában felvonul a Pride-on. Az, hogy egyébként itt olvasom, hogy a Freedom House a demokrácia szintjét Azerbajdzsánban a nem szabad kategóriába sorolta, és a politikai vezetését 2022-ben szilárd tekintélyelvű rezsimnek nevezte, ahol a polgári szabadságjogok köztük a sajtószabadság súlyosan sérül. Ebből te tapasztalsz valamit, illetve az előbb mondtad, hogy a diktatúrákban ezek szerint jól érzed magad, hogy lehet azt érezni Azerbajdzsánban, hogy az egy diktatúra? De marhára nem. Tehát a sajtószabadság jó, nem beszélek azerit, egy pár szót beszélek törökül. Ami azért tök jó, és nagyon boldogok az emberek, mert mindenki beszél törökül, tehát egy pár kis udvariassági formulával egész jól elboldogulsz, és nagyra értékelik az emberek, ugyanúgy az arabok is nagyra értékelik, hogyha megszólalsz a nyelvükön, ez egy nagyon klassz dolog. És te semmit, rengeteg program van a tévében, és egyéb hiányában ugye a CNN-t lehet fogni, de kinéz CNN, tehát nem akarom elrontani a kedvemet, meg a nyaralásomat, úgyhogy az azeri tévét néztem. Rengeteg program van, és tényleg a szudáni háborútól kezdve az orosz-ukrán háborúig, amik történnek a világon, azt így mind bemutatták, tehát nincs azon, hogy csak most az elnökök mutatnák, hogy milyen volt a napja, hanem nagyon széles spektrumban. Ugyanúgy amerikai filmeket adtak utána este, nem tudom, megnéztem a 8. utas, a halált, az Alien. Tehát abszolút nem tapasztalom, és mondom, az emberek, tehát tényleg jókedvű családokat látok, szerelmesek, kézenfogva sétálnak a parkban, vatacukrot esznek, fagyiznak, tehát én azt tapasztaltam, a plázában az emberek vásárolnak, nagyon szép üzletek vannak, ugyanazokat a boltokat megtalálod, mint egy magyar plázában, tehát ugyanazokat a luxus cikkeket, de mondom, még luxusabbakat is, tehát most nem a reklám helye, de például Bulgaritól kezdve, mondom, Aston Martin üzlet van itt a szállodával szemben, hát olyan autók vannak, de mondom, így a városképben is, tehát lehet látni, hogy az embereknek van pénzük, tehát nem azt érzed most, hogy egy hú, úristen, egy ilyen diktatúrába élek, és itt mindenki sunyogva jár a fal alatt, és csak hazaérjek, ne kapjon el a titkosszolgálat, frász pont ellenkezőleg, strandélet van, mondom, a gyerekek kint játszanak, bringáznak, rollereznek, hangoskodnak, ugyanúgy, mintha a Balatonparton lennénk, hogyha itt végig sétálsz délután a kornison, a tengerparton. Tehát mondom, egy nagyon klassz országot látok, és az emberek azért úgy elégedettek. Rákérdeztem persze mondjuk a feszültségre Örményországgal, ugye Nagorno-Karabakh ugye vitatott rész, és szerencsére most béke van, tehát annak örülnek az emberek, hogy jelen pillanatban ugye hallgatnak a fegyverek. Ezt nagyon pozitívumnak értékelik, mert ugye senki nem szereti, hogyha háború dől a hazájában. Amit még el kell mondani, hogy 10 milliós az ország, körülbelül Magyarország, és ebből 5 millióan itt élnek a fővárosban, Bakuban. Ugye itt van a legtöbb pénz, itt van munkalehetőség, tehát kicsit ugyanazt tapasztaltam, mint Irakban, hogy a nagyvárosok vonzák az embereket, ugye, de hát akár Magyarországon is meg lehet tapasztalni, azért sokan mennek Budapestre, Szegedre, Debrecenbe, mert nyilvánvalóan több pénz van, mint hogyha otthon maradsz egy kisebb településen.
úgyhogy itt is ezt lehet tapasztalni. Nagyon jó a kapcsolat a szomszédos országokkal is, ugye akár Törökországot nézzük, akár Oroszországot, akár Iránt. Tehát én mondom, én csak jót tudok mondani ez alatt a néhány nap alatt. Persze most nyilvánvalóan, aki azt mondja, hogy jó, hát most 3-4 nap alatt mit tudsz levonni, nyilvánvalóan igazuk van, nem túl sokat, de ahogy mondom, ahogy a városképet látom, hogy az emberek viselkedését látom, én azt tapasztalom, hogy egy tök klassz országban vagyok, és mondom, rend van, tisztaság, én ezt nagyon szeretem, mert én semmit nem utálok jobban, mint így a putris aluljárókat tele csövesekkel, ugye kicsit belemenni megint a Belpolba, amikor a baloldal mondta, hogy majd ők megoldják a hajléktalan kérdést, hát marhára megoldották, nagyon szépen köszönjük, látjuk a nyugati aluljáróban, látjuk a bakcsomópontnál, látjuk mindenütt. És mondom, itt ez valahogy nincs, tehát mondom az, hogy tisztaságon az emberek rendezettek, tényleg nagyon-nagyon jól öltözött mindenki, tehát ez feltűnik, mondom, hogy sokkal jobban öltözöttek az emberek még Budapestnél is. Ez úgy rögtön, ahogy úgy elmész valahova a városba, ez rögtön feltűnik, és ez nyilvánvalóan azt mutatja, hogy egy jó, erős gazdaság van, és az emberek szívesen is vásárolgatnak. Tehát nagyon klassz ilyen designer üzleteket is találsz például a plázákban, ahol azért úgy kicsit borsosabb árak vannak, és azért az itteni hölgyek vásárolnak rendesen, tehát ezzel nincs baj. Turistákkal kevésbé találkoztam, szerintem úgy turisztikailag annyira az ország még nincs behálózva. Mondom, itt befizettem egy kis túrára, ott voltak amerikaiak, voltak oroszok, volt egy srác Szingapúrból, volt egy fiatal pár Dániából, tehát azért jönnek, de nincs olyan hatalmas turista had, mint hogyha nem tudom, elmész Hawaii-ra, vagy elmész bárhova. Azt például látom, hogy a Wizz Air Budapestről közvetlen járattal rendelkezik Bakuba. Így van, mi nem azzal mentünk, mert nagyon macerás lett volna, tehát nem találtam már visszafele utat, hanem át kellett volna kétszer szállni, és ilyen 12 órás várakozás lett volna Milánóból, hogy visszajussok Budapestre, úgyhogy végül türkisre foglaltam, mert azzal csak 4 óra várakozás volt, és amúgy meg a türkis is tök jó, tehát nem volt gond. Persze nem jó 4 órát ülni egy reptére. Nem, mert én most azt látom, hogy a Wizz Airnél nincs is átszállás, de lehet, hogy én látom rosszul, hanem hogy 3 óra 50 perc alatt. Nem volt direkt, de visszafele pont erre az időintervallumra nem találtam volna. Tehát azt kellett volna, hogy Bakuból elmenni, én már nem is tudom, hogy hova, és akkor onnan még Milánóba, tehát ilyen tök bonyolult lett volna a dolog, és végül akkor úgy döntöttem, hogy oké, legyen a türkéshez így egyszerű, mert nekem már jövő héten Budapesten kell lenni, mert bármi meglepő is, dolgoznom kell, úgyhogy, meg hát elő kell készítenem még egy-két dolgot ugye az oroszországi utammal kapcsolatban, ami már hát akár csak Hannibal ante portas, mert ugye egy jó 3 hét és indulok Oroszországba, úgyhogy onnan lesz majd a következő bejelentkezés. Izgalmas időket élünk, vagy legalábbis én. Akkor beszéljünk egy kicsit az oroszokra a háborúról azeri szemszögből, hogy nem tudom, mennyire sikerült így bárkivel beszélgetni, vagy így a helyi lapokat áttanulmányozni, vagy bármi, de hogy onnan hogy néz ki az orosz-ukrán háború. Kérdezem azért is, mert Azerbajdzsán azért nagyon sokáig számított orosz érdekszférának, vagy szovjet érdekszférának, és hát a mai napig, hogyha jól tudom, akkor Oroszországgal szövetségesek. Bár ez egy kicsit a hegyi karabaki konfliktus miatt összetett ez a kérdés. Igen, de azért vannak ugye ott a térségben orosz békefenntartók, aminek vannak, akik örülnek, vannak, akik kevésbé örülnek. Tehát olyan hangot is hallottam, hogy hát, hogy nem olyan túl jó, hogy itt vannak az oroszok, mert hogy emiatt ugye még jobban nő a feszültség. Mások viszont ugye pont talán az idősebbek is jobban kötődnek még az oroszokhoz, ugye, mert a szovjet időkben is tapasztalták, hogy a két ország között milyen erőszövetség volt. Úgyhogy mondom, itt kicsit megosztott a lakosság. Azt mondom, annyira nem beszélem itt a nyelvet, tehát nem tudtam belemenni ugye a sajtóba, hogy megnézem, hogy ők itt hogy értékelik a háborút. Tehát továbbra is ugye a német, magyar, amerikai sajtóra vagyok korlátozva, tehát a nyelveket, amiket beszélek, hogy meglássam, hogy a háború, hogy viszonyulnak. De minden esetre mondom, a tévében jöttek itt is háborús hírek, értelemszerűen itt orosz oldalról, tehát az orosz tévétől átvett, a RIA Novosztytól átvett híradót
mutattak be, tehát részleteket a háborúból, hogy jelen pillanatban hogy folyik. Például ott sikerült ugye egy Bradley páncélost is teljesen intakt elfoglalniuk az oroszoknak, aminek hát nyilvánvalóan fognak örülni az orosz hadmérnökök, mert azt is szétkapják, ha bár ugye a Bradleyről még az amerikaiak maguk is azt mondják, hogy hát talán ez nem is kellett volna gyártani, mert az egyik legrosszabbul sikerült páncélozott járművük, de hát azért nyilvánvalóan a hadmérnökök kíváncsiak lesznek és belekukkantanak a belső életébe a Bradleynek, megvizsgálják a páncélzatot, hogy érdemes-e valamit adaptálni ebből az eszközből, tehát átvenni és elkezdeni gyártani, hogy utána az orosz haditechnikába is beépítsék. Úgyhogy ez van, de én ahogy láttam, nem történt semmilyen ilyen nagy áttörés. Ugye az egyetlen para az, ami van most nemzetközi szinten, a kazettás bombák, amik szerencsére még nem érkeztek meg, még pedig a brit légirányítóknak a sztrájkja miatt. Tehát nem tudtak még katonai gépek se elindulni, hogy a kazettás bombákat áthozzák. Persze ez csak órák vagy akár egy-két nap kérdése, ezek valamikor meg fognak érkezni. Nyilvánvalóan az Orosz Föderációnak az az érdeke, hogy ezeket az eszközöket még a bevetés előtt megsemmisítsék, mert ezek nagyon-nagyon csúnya fegyverek, és ugye tudni lehet, hogy nagy százalékban, hogyha ezek régebbi típusú kazettás bombák, nem megbízhatóak. Tehát még az új eszközök se durván 20-30% között van ezeknek a kis bombáknak, ezeknek a kazettáknak, amiket ugye egy nagy bomba kilök magukból, és 20-30% között van a kis bombáknak az aránya, amik nem robbannak fel, hanem leesnek a földre. Viszont ott kitéve ugye az ütődésnek, kitéve az időjárás viszontagságának, akár a napsütésnek felhevülnek és felrobbanhatnak. Akár előfordulhat az is, ugye, hogy valaki a kezébe veszi, és már attól felrobban. Tehát nagyon veszélyesek. Ugye többféle van ebből. Vannak olyanok, amik kis ejtőernyővel jönnek le, és nem a földön becsapódáskor robbannak, hanem a föld felett, ugye nagy magasságba, és repeszképző anyagokkal megszórják az ott lévő katonákat, vagy hát akár civileket is rossz esetben. Vannak olyanok, amik becsapódnak a földbe, ott robbannak, tehát ott fölfelé és oldalirányba mennek ezek a repeszképző anyagok. Tehát kvázi, mintha több száz kézigránátot dobnék le egy területre, és ezek nagyjából egy ilyen focipályányi terület tudnak elpusztítani tényleg egy másodteszt töredéke alatt. Nem is igazából gyilkolásra tervezték ezeket, hanem azért, hogy a katonákat megnyomorítsa. Tehát ezért is a világ egyik legundorítóbb fegyveréről beszélünk így a taposó aknák mellett, mert tényleg embereket tesznek egy életre, nyomorékát tesznek tönkre, tehát ezért nagyon sok ország ugye elítéli, hogy ezeket a fegyvereket bevetik, és nagyon érdekes volt, újságírók például feltették Olaf Scholz német kancellárnak a kérdés, hogy mit szól a kazettás bombák szállításához, hiszen ez nagyon sok embernek fogja az életét tönkre tenni, nagy valószínűséggel rengeteg civil, rengeteg nő, rengeteg gyerek fog sérülni, és Scholz tényleg, ahogy egész életébe tette, mert ahogy mondják, hogy egy olyan ember, aki mindig így a fenekével a fal mellett jár, hogy semmilyen hibát ne kövessen el, ne lehessen egy mondatába se belekötni, ezért is tudott ő végül kancellár lenni, mert egész életében nem csinált semmit, tehát hibát se követette. Na most is nagy sikerrel mindig kibújt a válasz elől, tehát nem akarta elítélni ezt az amerikai lépést, hogy ilyen pusztító eszközöket adnak az ukránok kezébe. Viszont, még el akartam mondani, ami érdekes hír, talán jó hír is, ugye, hogy csúszik még mindig az F-16-os dolog, tehát még mindig nem indult be az ukrán pilótáknak az F-16-osra való kiképzése, úgyhogy ez nagyon érdekes, ez Amerikától függ, de én úgy látom, hogy Joe Biden nem nagyon igyekszik ezt a projektet előre mozdítani, tehát ahogy tegnap átnéztem az amerikai sajtot, meg jaj, van Fox News viszont, az jó hír, tehát CNN helyett Foxot néztem, és ott is mondták, hogy ez a projekt még valamit csúszni fog, de még nem is mondtak deadline, tehát nem mondták, hogy ez mikor elképzelhet, hogy elkezdődik az F-16-osra való kiképzés. Egyébként mi a NATO csúcs óta nem beszéltünk egymással, úgyhogy érdekelne, hogy milyen tapasztalataid vannak, illetve hogyan értékeled a NATO csúcsnak az eredményeit? Hát figyelj, most egy nagyon bölcs politikus szeretnék idézni, mégpedig Orbán Viktort, hogy egy nagyon jó döntés volt, hogy nem hívták meg Ukrajnát, hogy nem csatlakoztatták most itt soron kívül a NATO-hoz, mert ez a harmadik világháborút jelentette volna. Tehát valóban, ha most tegyük fel, ő most holnaptól NATO tag lenne Ukrajna,
akkor ugye azt jelenteni, hogy a többi NATO országnak valamilyen formában bele kellene csatlakozni ebbe a háborúba, és hát az valóban egy világégéshez vezetne. Tehát ez egy bölcs döntés volt, de ezt már azért már lehetett sejteni, ugye Jens Stoltenberg NATO főtitkár úrnak a nyilatkozataiból is, aki mondta, hogy azért ez a, mióta a NATO létezik, azóta nem hívtak meg egy olyan országot, amelyik háborúban áll, vagy ahol polgárháborús helyzet van, hogy ez jogilag elképzelhetetlen, hogy az alapítókártának a szövegében is benne van, hogy ez nem lehetséges, és hát nyilvánvalóan, hogy ő is mondta, hogy utána kell egy olyan anyagi háttere, hogy legyen Ukrajnának a későbbiekben, hogy ezt a minimum 2%-ot a GDP-ből ugye a katonai fejlesztésre tudja fordítani, másrészt pedig NATO-kompatibilis fegyverek kellenek Ukrajnának. Ami jelen pillanatban, hát ugye, egyik sincs, mert Ukrajnának nincs már gazdasága, Ukrajnának nincs hadipara, Ukrajnának egy buznyákja nincs magyarán. Tehát Ukrajna abból az 500 millió euróból tartja el az embereket, például fizeti a béreket meg a nyugdíjakat, amit Németország folyósít. Másrészt pedig ugye mind az amerikai, mind pedig a más országok által nyújtott segélyekből, most például ugye tegnap a dél-koreai elnök tárgyalt Kijevbe, és egy 150 millió dolláros segélyt adott Ukrajnának, amit nyilván részben humanitárius segélyekre fognak fordítani, részben talán valahogy, hogy a gazdaságot fenntartsák, de jelen pillanatban tehát azt lehet mondani, hogy nem államcsőd, hanem már az alatt van Ukrajna, és hát nyilvánvalóan nyugati segítség nélkül ezt nem én mondom, hanem ez a NATO-nak az egyik papírjában van benne. Ha most minden ország azt mondaná, hogy oké, ezzel vége, akkor 4 napon belül bedőlne Ukrajna, tehát mind fegyverügyileg, mind pedig anyagilag. Van egy friss hír, egyébként ezt a Washingtoni Hadtudományi Intézet adta ki, amely arról szól, hogy az ellentámadást indító Ukrajna belátta, hogy a veszteségek csökkentése érdekében változtatnia kell azon a stratégián, amihez eddig ragaszkodott, és meg nem nevezett amerikai és európai tisztviselőkre hivatkozva a New York Times pedig arról számol be, hogy a tisztviselők becslése szerint az orosz erők az ellentámadás első 2 hetében a nyugat által Ukrajnának biztosított fegyverek akár 20%-át is megsemmisítették. A tisztviselők szerint a veszteségek aránya a következő hetekben 10%-ra csökkent az ukrán stratégia megváltozása miatt. Alap szerint az ukrán hadsereg taktikát váltott, és a nagyszabású támadások helyett az orosz erők tüzérséggel és nagy hatótávolságú rakétákkal történő kimerítésére összpontosít. Az ukrán hadsereg valószínűleg már több hete finomítja ellentámadási stratégiáját. Ezeknek a kiigazításoknak a tágabb értelembe vett következményei csak most válnak láthatóvá, teszi hozzá a kiadvány. Ezek szerint most megpróbálják megakadályozni, vagy gyengíteni az orosz erőket, az orosz tüzérséget. Mennyire lehet ez a taktika sikeres, illetve mennyire kudarc az, ami eddig volt Ukrajna szempontjából? Hát figyelj, ami eddig volt, az kudarc, mert hát 24 óra alatt például elvesztettek 2 gépesített dandárt, amikor nekiugrottak ugye az orosz vonalaknak, tehát tényleg, mint vakember a vadkörtének, ott nekimentek, és utána még volt arcuk azt állítani, ugye, hogy hát ez csak egy teszt volt megnézni, hogy hogy védekeznek az oroszok, hát azért 1400 katonát, meg egy csomó eszközt nem küldök be a halálba, csak hogy teszteljem a frontszakaszt. Ahogy már mondtam is itt műsorban, arra vannak a felderítők, arra vannak a drónok, arra vannak az amerikai műhold felvételek. Most pedig copy-paste, igazából ugyanazt csinálják, amit az oroszok. Az oroszok ugye pont ezt a taktikát alkalmazzák már hónapok óta, hogy drónok, rakéták, tüzérség, hogy ne kelljen olyan sok katonát betolni az elővonalba. Ugye a nagy csata az Bakmutnál volt, ahol tényleg ilyen rohamosztagosok vesztették ezrével az életüket mind a két oldalon. Na, belátták ugye az oroszok is, hogy ez nem jó taktika, hiszen rámegy ugye a Wagner, rámegy a hadsereg jó része. Úgyhogy elkezdték azt, hogy mint tüzérséggel 30-40 km távolságból ugye lőni az ukránokat, mind pedig rengeteg drónt vetettek be, mégpedig ezeket a Shahid vagy ilyen mártír típusú kamikaze drónokat. Cirkáló rakétákkal, ugye, hogyha megvannak a koordinátái például a fegyverszállítmányoknak, vagy stratégiailag fontos helyeknek,
akár hőpumpaállomásoknak, akár trafóállomásoknak, tehát ugye, hogy ne legyen áram, ne legyen fűtés télen, ugye ezt még Szurovikin találta ki, hogy ezeket a neuralgikus pontokat kell támadni, tehát ezek ellen indítottak támadást direkt azért, hogy kinnék az élő erőt. És ez egy jó taktika, és nyilvánvalóan az ukránok ezt most erre rájöttek, hogy az is lehet, hogy azért ezt amerikai tanácsra, én inkább azt mondom, amerikai vagy más tapasztaltabb NATO országoknak a tanácsára kezdték szintén alkalmazni, hogy nem akarják elveszteni ugye a maradék hadseregüket, rendelkeznek még tartalékkal, ezt most az oroszok is belátták, tehát hogy ők is néha megdöbbennek, hogy mindig friss erőket tudnak az ukránok bevetni bizonyos frontszakaszokon, de lényeg az, hogy azért olyan nagyon sok katonájuk az ukránoknak már nincs, hogy elpazarolják őket, meg hát most emberi életekről beszélünk, hogy ez a legszomorúbb az egészben, de lényeg az, hogy ez a taktikaváltás. Ez viszont ahhoz fog vezetni valószínűleg, hogy ez az állóháború még jobban el fog húzódni. Mert itt most egy kicsit patthelyzet van, ugye tüzérség tüzérséggel szemben, és nem nagyon látom azt, hogy most a következő napokban itt ilyen nagy változás lenne, nagyobb roham lenne, és ahogy már mondtam, ugye az oroszok szerintem inkább időre játszanak, hogy egy kicsit felmorzsolják ugye az anyagi segítségét az ukránoknak, meg pedig a hadi eszközök, amiket a nyugat küld, azok is valamikor végesek lesznek, tehát azért az idők végezetéig, ugye ez a 35 ország, akik a fegyvereket pumpálják bele Ukrajnába, ezt nem fogják tudni teljesíteni, mert nem tudnak annyit utángyártani, sem lőszerből, sem tarackokból, sem páncélozott járművekből. Ugye Németország is évente 8 darab leopárdot tud legyártani, tehát ha most elküldik a régi, de még működőképes eszközöket, ugye nekik is ezeket ki kell pótolni, vagy hát már jó pár hónapja ugye probléma például a tüzérségi lőszer, a 155 mm-es gránát, és ezekből se tudnak gyártani, mert hiányoznak az alapanyagok, meg a fegyvergyártó cégeknek nincs olyan kapacitása, hogy millió számra ezeket pótolják. Ugye gondoljunk csak bele, hogy hány millió lőszert lőttek már el most itt a másfél éves háború alatt, tehát brutális mennyiségről beszélünk. Ugye ezek mind itt a lőgyapotot leszámítva ólom kell, vörös rész kell, sárga rész kell, tehát rengeteg fémet használnak el, ugye, és hát ez gyártókapacitástól is függ, meg ugye attól, hogy ezek az alapanyagok rendelkezésre állnak-e az adott országban. És hát azért annyira nem, tehát olyan gyorsan nem tud a nyugat pótolni, mint hogy mondjuk az oroszok, ahol 3 millió ember dolgozik a fegyvergyártásban, és hihetetlen reszorokkal rendelkeznek, ugye megvan minden alapanyag nekik, ami a lőszergyártáshoz szükséges, tehát a fémektől kezdve a gyapott származékig, ami a kordítba kerül, tehát minden igazából, és hát mondom, ha időre játszunk, akkor nyilvánvalóan ez az idő ez Oroszországnak fog kedvezni. Illetve a fegyverek mellett az emberek nagy kérdése, egy hír szerint egy év alatt az Egyesült Királyság 18 ezer ukrán önkéntes gyalogost képzett ki, ez az Operation Interflex kiképzési program keretében történt, jelentette a brit védelmi minisztérium, és egy évvel ezelőtt pedig még az Egyesült Királyság ukrán nagykövete egy interjúban azt mondta, hogy akkor Anglia 10 000, 25 és 45 év közötti ukrán önkéntes kiképzését tervezi, akik vállalták, hogy a harctéren védik meg az országukat. Ugye a nagy kérdés, hogy most hányan harcolnak a fronton? Nagy kérdés, hogy hányan vannak a sebesültek és azok, akik ennek a háborúnak az áldozatai. És egyáltalán lehet-e még pótolni az emberveszteségeket? Van-e még Ukrajnának tartaléka? Hát igen, ez nagyon jó kérdés, hogy milyen tartalékokkal rendelkeznek. Nyilvánvalóan ezt hadititokként kezelik. Tehát nagyon nem szeretnék, hogyha az oroszok ugye kiderítsék azt, hogy milyen kapacitás van még ott élő erőben. Hány katonát tudnak még mobilizálni? Tehát itt valóban a 18 és a 60 év közötti férfiaknak ugye a száma az, amiből ezt ki lehetne egy kicsit csakkozni. Hányan hagyták el az országot? Mert azért lehet tudni, hogy a korrupt ukrán rendszer ugye rengeteg fiatal férfit kiengedett. Én magam is beszéltem ilyen fiatal férfiakkal több esetben, akiket ilyen 2000 és 5000 euró közötti összegért elengedtek. Tehát simán átengedtek a határon, családdal együtt, autóval együtt, minden aprósággal, amit magukkal tudtak vinni. Amikor megnézem például a híreket, ugye, hogy átlag egy nap hányan érkeznek, és megvan 10, 11 ezer, 15 ezer, megint elég magas számról beszélünk például a tegnapi napon, ha jól emlékszem, 15 ezeren jöttek el Ukrajnából. Tehát azért a lakosságfogyás az valami nagyon durva. És
Ugye voltak már olyan hangok, hogy már az idén például a nőket is elkezdik besorozni, szerencsére ez még idáig nem történt be meg, mert hogyha ez megtörténne, akkor nyilvánvalóan ugye az orosz fél arra következtetésre jutna, hogy elfogytak a férfiak, elfogytak a hadviselő erők igazából, és most már nőket kell besorozni. Hát nyilvánvalóan az szárnyakat adna az oroszoknak, mert akkor azt mondanák, hogy oké, most már tényleg így az utolsókat rúgja az ukrán hadsereg, és akkor hajrá, esetleg egy nagyobb offenzívával megpróbálnák ugye lerohanni az országot. Meglátjuk, hogy ez be fog következni, reméljük nem azért a gyönyörű ukrán lányoknak, ugye nem a harctéren, nem a lövészárakban van a helyük, hogy ott halljanak meg. Úgyhogy ugye mindig elmondjuk műsorban, elmondom most is, mielőbbi tűzszünet kellene, mielőbbi béke kellene, hogy ennek a testvérháborúnak vége legyen. Csak ugye itt az a probléma, hogy az Egyesült Államok ezt a háborút nem akarja még belátható időn befejezni, és csak akkor lesz béke, amikor erre majd Joe Biden, vagy a következő amerikai elnök, akiről reméljük, hogy Donald Trumpnak fogják hívni, rábólint, és leül Moszkvával, leül Kijevvel, leül a nyugati szövetségesekkel, és kieszközli azt, hogy ugye hallgassanak a fegyverek, és legyenek béketárgyalások, de úgy látjuk, hogy ez amerikai cégeknek jelen pillanatban akkora hasznot jelent, meg nem csak amerikai, hanem más nyugati fegyvergyártóknak, hogy nyilvánvalóan az az érdekük, hogy ez a háború tovább tartson, csak az a baj, hogy ezeknek a fegyvergyártó cégeknek az elnökei, a CEO-k, vagy pedig politikusok, például nem ők vannak a fronton, vagy az ő gyerekeik sincsenek a fronton, akikért ugye rettegniük kellene éjjel-nappal. Tehát így azt mondom, egy kibicnek semmi sem drága. Ők ugye ezt a háborút folytatni akarják azért, hogy még több dollár guruljon a zsebükbe, csak ugye itt szerencsétlen ukrán meg orosz emberek halnak meg, fiatalok, akik előtt még egy egész élet állnak, akiknek most itt kellene pancsolniuk mondjuk a Kaszpi-tenger partján, buliznyuk kellene, együtt kellene sörözniük, és nem pedig egy lövészárokba egymással szembe farkas szemet nézni, és egymást gyilkolni. Na hát, ezek nagyon fontos mondatok, és reméljük, hogy előbb-utóbb valaki megszívüli, mert hogyha egyre többször mondjuk, akkor talán eljut, nem az ultrahangban bízom, hanem hogy általában, ha az emberek egyre többször mondják azt, hogy békére van szükség, akkor talán jön a béke, hogy milyen béke az nyilván nagy kérdés, de szerintem a háborúnál minden tűzszünet jobb, és minden... Hát így van, és kicsit most, hogy tegnap, ahogy ültünk ebbe a mikrobuszba, mentünk túrára, mondom, ott ültek oroszok, ültek amerikaiak, ültek kínaiak, ültek magyarok, és úgy mindenki mindenkivel beszélgetett, tök jó volt a kedv, ott senkinek eszébe nem jutott volna, hogy a másik bármilyen formában is ellenség, mert miért? Tehát ez a baj, hogy a politikusok szítják meg gazdasági értékek, a háttérhatalom szítja, akiknek kell ugye a Donbaszban lévő palagáz, akiknek kellenek az ukrán termőföldek, és ugye az egyszerű embereknek, akik még hisznek abban, hogy jaj, itt a demokrácia, meg az emberi szabadság, meg a Pride, meg a sajtószabadság, meg így az egész bullshit, amivel jönnek, hogy jaj, hát ez csak akkor lehet, hogyha, mikor. Azért láttuk már az elmúlt időben, hogy ugye hova vezetett az amerikai demokrácia export, nézzük meg Irakot, nézzük meg Afganisztánt, vagy előtte Vietnámot, Koreát, bármit. Tehát az, nagyon szépen köszönjük, a háború az csak halált hoz, borzalmat, káoszt utána, évekig vagy évtizedekig tartó káoszt. Ha megnézzük ugye az arab tavaszt is, hogy mit hozott igazából, mikor jaj, Szíriában legyen demokrácia, mi lett belőle? Iszlám állam, egy 8 évig tartó polgárháború, sok százezer halott, sok millió menekült. Hát nagyon szépen köszönjük az embereknek, szerintem már elege volt ebből, csak hát ugye a politikusoknak ez óriási nagy pénzt jelent, és addig nem lesz béke, pedig az emberek ugye azt szeretnék, minden normális ember, akivel beszélsz, az azt mondja, hogy legyen mielőbb béke, fejezzük be ezt az öldöklést. Tehát amíg erre a nagyhatalmak ugye nem képesek, vagy olyan gazdasági erők, akik a háttérből mozgatnak politikusokat, mint akár Joe Bident is, mert hát az is szerintem, aki elhiszi, hogy Joe Biden ott az igazi hatalom, hát szerintem el kéne jönnie hozzám egy kicsit korrepetálásra. Tehát itt sokkal nagyobb erők vannak a háttérben. Látta Joe Biden legújabb akcióját, amint rákcsálja egy lánynak, egy kislánynak a ruháját? Persze, szegény az ott el is sírta magát, mert nem tudta. Jó, most lehet egy öreg bácsi, így egy kicsit ottan viccelődni akarta a gyerekkel. Én már nem tudok nevetni Joe Biden, én már szánom Joe Biden. Én már sajnálom Amerikát, hogy egy ilyen öreg bácsi a vezetője, aki láthatóan már sokszor nem is tudja, hogy mit csinál, aki már azt se tudja, hogy a saját himnuszát hallgatja, vagy az indiait, ugye, amikor ott a szívére tette a kezét, amikor megszólalt az indiai himnusz.
Úgyhogy én nem tudok rajta nevetni azon se, hogy csetlik-botlik a repülőlépcsőjén, hanem sajnálom őt, mint embert. Azért ő egész életében dolgozott, politikus volt, volt egy hülye gyereke, amivel szerintem neki elég sok dolga és problémája volt az életben. Nyilvánvalóan, hogyha négy szem közt ő ezt őszintén elmondaná, ő is szánja azt, hogy egy ilyen degenerált fia van, ugye, aki most is nem tudom, 200-valahány kilométer per órával szágoldott a korvettjével, megállította a highway patrol, úgy be volt tépve Hunter Biden, mint az állat, ott volt egy crack pipa nála az autóban, amikor mondom, több mint 200 kilométer per órával szágoldott az autópályán, az Egyesült Államokból 120-an megengedett. Tehát én mondom, én sajnálom már valahol ezt az embert, és reméljük, hogy még hosszú életére lesz, egészségben a felesége meg a családja körében élni fog, de ne ő legyen az Egyesült Államok elnöke, és ne olyan erők irányítsák őt, akik tönkreteszik a demokráciát, tönkretesznek minden normalitást, akik nem tudom, beleállnak ebbe a tébolyult LMBTQ dologba, gender ideológiába, akik csak a háborús dobokat ütik, és az a szó, hogy béke, hogyha kimondod, akkor te már náci vagy, kirekesztő vagy, bármi vagy. Tehát próbáljunk meg egy kicsit úgy visszatérni a normalitáshoz, meg én azt az Amerikát szeretem, hogy gyerekkoromból ismerek, az a kicsit az a Dallas-es Amerika, nem pedig ami most van, hogy Black Lives Matter, meg LGBTQ+, meg egyéb ilyen téboly, meg hogy napi szinten lövöldözések vannak, ugye tegnap is az az idiót, aki rendőrökre nyitott tüzet, egyet halálosan megsebesített, többet súlyosan, míg végül őt is agyonlőtték. Tehát hogy jutottunk el idáig a Dallas-től, a szép Amerikától, eddig a degenerált Amerikáig, ahol, hogyha minél nagyobb freak vagy, annál magasabb piedesztára emelnek és ünnepelnek téged, és az a baj, hogy ez most már átcsapott Magyarországra, átcsapott mindenhova így a baloldal által, hogy minél nagyobb hülye vagy igazából, annál ünnepeltebb sztár vagy. Tehát ez a katasztrófa. És lehet, hogy azért érzem jól magam itt Azerbajdzsánban, mert ez itt nincs. Az, hogy milyen a szexuális beállítottsága valakinek, őszintén engem sose érdekelt, ahogy másokat sem érdekel, hogy az enyém milyen, ezt az ember lejátsza este otthon a hálószobába a párjával, de ne vigyük ki az utcára, ne vigyük ki gyerekek elé, és ne csináljunk ebből politikát. Tehát a politika ne a szexualitásról szóljon, mint hogy a gyerekek nevelése se arról szóljon, hanem én azt mondom, hogy éljünk normálisan, ne legyen sehol háború, és akkor szerintem egy sokkal jobb világban élünk, és akkor nem kell ez az egész, ismersz, vagy nem is tudom, tizenvalahány éve, elég nyitott, jó fej arc vagyok szerintem, de most már úgy kezdni, ha elborzasztani, hogy a világban történik. Hát sok izgalmas dolgot lehetne még erről mondani, meg bizonyára fogunk is erről beszélni, de most inkább elengedlek, hogy még élvezd ki a szabadságodat. Hát ez most irány az óváros Bakuban. Hajrá, hajrá, jó időtörtést kívánunk, és aztán majd jó utat haza. Szerintem természetesen itthon is számítunk rád. Ez volt a Frontember Georg Fötlével. Köszönjük szépen, és a kedves hallgatóknak is köszönjük a figyelmet. További szép hétvégét kívánunk még itt a maradék időre, mármint vasárnapra, viszontlátásra, viszonthallásra.